Mint ismert, Szabadbattyánban egy 13.000 négyzetméteres római kori épületkomplexumot rejt a föld, amely teljes egészében még nem került feltárásra, amióta a munkát 1993-ban elkezdte a területen Nádorfi Gabriella. A civil kezdeményezés legfőbb célja az volt, hogy a régészeti lelőhely területének gaz és hulladékmentesítése megtörténjen. Sajnos hosszú ideje gondozatlan volt a terület, ennek több oka is volt. Szerencsére most egy olyan változás állt be, hogy az önkormányzattal együttműködve neki tudtunk állni ennek az ügynek is, sok minden másnak is, de ennek igen. Azt gondoltuk, hogy úgy érdemes lesz az egészet kezdenünk, hogy rakjunk rendet. Itt ugye nagyon benőtte már a gaz, nagyon sok olyan fa, cserje, egyebek, növények vannak, aminek a gyökérzete valószínűleg sok kárt tehetett már eddig is a rom területben, és hát szeretnénk ezt megelőzni. Tarvágást végeztek, füvet nyírtak, fűrészeltek, szemetet szedtek az önkéntesek a hétvégén. A szabadbattyáni önkormányzat és a helyi önkéntesek mellett a Szent István Király Múzeum régésze is jelen volt, és segítette, hogy szakszerűen végezzék a munkát a régészeti lelőhelyen. Plecser Ádám elmondta, több célja is van a mostani akciónak, hiszen a terület megtisztítását követően látni lehet azt is, hogy hol van esetleg szükség bármilyen beavatkozásra. Emellett van egy hosszabb távú célkitűzése is az együttműködő partnereknek. Van nekünk egy hajóval Golzumba projekt, amit felkaroltunk, amiben van egy jó együttműködésünk, és ott azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne csak a kikötő, ugye ez a másik oldala ennek a vízfolyásnak, ne csak az kerüljön bemutatásra, hanem itt van a SEUZO, akkor hozzunk ide is valami izgalmas, érdekes programot, kiállítást. A SEUZO kincsekkel összefüggésbe hozható területen feltárt komplexum Pannónia eddig ismert legnagyobb méretű késő római kori épülete.